Édesnéném, csak nem minden ember ír levelet, de nem minden tud olyat írni, hogy tessék. Vannak olyanok, akik leírják, amit akarnak mondani, de csak a száraz, sótalan és íztelen. Némelynek pedig len legkisebb dolgot is úgy fel tudják ékesíteni, olyan ízt adnak annak, hogy tetszik. Megbocsásson a két veres arcája, hogy megpirítom, de kevés asszony és férfiú tud olyan szép leveleket írni, mint Kéd. Kéd, amelynek úgy tetszenek az elmének, valamint a szép és jó ízű étek a szájnak. A káposztát akartam mondani, de nem merém, nehogy azt mondják, Kéd, hogy a káposztához hasonlítom a Kéd leveleit. De meg ne haragudjunk. Ha szinte ahhoz is hasonlítanám, mit vétenék vele? Csak azért is azt mondom, hogy a szépen írt levél az elmének úgy tetszik, valamint a szemnek a kapros és tejfellel béborított káposzta, amely távolról úgy tetszik, mint egy kis ezüstből való hegyecske, amelyről, ha leveszik azt a lágy ezüst fedelt, alatta drága füvet lehet találni.